Köszönöm a szót, igen, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Személyes jellegű vallomással kell kezdenem, mert voltak bizonyos kétségeim azzal kapcsolatosan, hogy kell nekem a frakció vezetését vállalni. De ha bárki szólt volna, hogy az automatikusan az MSZP miniszterelnök jelöltjének visszalépésével jár együtt, akkor semmilyen kétségem nem lett volna. De kétségkívül igaz, hogy vannak a szocialista párt sorain belül ennél autentikusabb magyarázatok is. Szanyi Tibor például azt fejezte ki, hogy Botka László saját közvetlen környezete számára is jól érzékelhető módon megijedt, és ennek köszönhető az ő visszalépése. Nem akarunk mi ezekbe a vitákba, mégiscsak egy másik pártról van szó, a szükségesnél mélyebben belefolyni. Azt látjuk, hogy míg a baloldal fél évvel a választások előtt, 6-7 hónappal a választások előtt teljes káoszba süllyedt, addig az ország legfontosabb kérdéseire ugyanúgy nem tudnak választ adni, ahogy egy vagy két évvel ezelőtt sem adtak. Két évvel ezelőtt ugyanis azt hallottuk 2015 tavaszán, 2,5 évvel ezelőtt, hogy a bevándorlás az nem valódi probléma, nem létezik, a kormánypártok erőltetik. Ehhez képest 2-2,5 éve a lengyel, a német és az osztrák választási kampányban sem volt egyetlen egy fontosabb kérdés sem, mint a bevándorlás kérdése. Ezt követően tavaly a népszavazást megelőzően azért buzdítottak távolmaradásra a baloldal képviselői, mert azt állították, hogy nincsen kötelező kvóta. Tóth Bertalan frakcióvezető úr kiment már az előbb, de lehet, hogy azért, mert a címadásból már tudta, hogy valószínűleg őt is meg kell idézzük. Ő elég találóan, röviden, tömören úgy fogalmazott, kötelező betelepítési kvóta nincs, és nem is lesz. Újhelyi alelnök úr mai lemondását követően volt alelnök úr, nincs és nem is lesz semmilyen kötelező kvóta. Kunhalmi Ágnes képviselőasszony, a kvótáról szól népszavazási kérdés kamu, hiszen nincs és nem is lehet kötelező kvóta. Ehhez képest szeptember 6-án az Európai Unió Bírósága döntést hozott arról, hogy 120 ezer főre vonatkozóan a kötelező kvóta fennáll. Igaz, hogy átmeneti intézkedésként és ideiglenes jelleggel áll fenn, de pontosan tudjuk azt, képviselőtársaim, hogy ott van az Európai Bizottság erőterjesztése az Európai Parlament asztalán, ami pontosan ugyanezt a mechanizmust tenné felső korlát nélkülivé. Jobb lett volna talán, hogyha ha az elmúlt évben önök nem arra játszanak, hogy érvénytelen legyen a népszavazás, noha hozzáteszem, így is soha nem látott számban foglaltak állást magyar állampolgárok és magyar választópolgárok a kötelező kvóta ellen, hanem segítettek volna abban, hogy a magyar nemzet egységesen tudjon fellépni az egyébként létező, önök által akkor vitatott, de egyébként létező Európai Uniós terv ellen. És most pedig azt látjuk, hogy amikor a betelepítésre vonatkozó szándék itt van előttünk, akkor a soros terv létét vitatják. De ez a vita a legegyszerűbb, ugyanis valójában ez nem hitbeli kérdés, hanem olvasni tudás kérdése. A szerző maga leírta, elegendő elolvasni a terveit, miután Rétvári államtitkár úr itt hosszabban ismertette Soros Györgynek a saját szerzeményét, ezért kár ezt most hosszabban idézni. Éppen ezért gondoljuk azt, hogy a bevándorlás az ország szempontjából és Európa szempontjából is sorskérdés. Tudomásul vesszük azt, hogy az Európai Unión belül vannak olyan országok, akik eltérő választ adnak a bevándorlás kérdésére. Mi ahhoz ragaszkodunk, hogy Magyarország is saját választ adhasson. A bevándorlásban semmilyen hatáskört soha nem ruháztunk át az Európai Unióra, a menekültügyben igen. Nem mi voltunk azok, minden ellenzéki várdacára, nem mi voltunk azok, akik összekevertük a migránsokat a menekültekkel. Az Európai Bizottság volt az, amely 2015 nyarán az anarchiát ünnepelte, a schengeni szerződés lábbal tiprását tartotta jó európai magatartásnak, és azok voltak a rossz tagállamok, döntően Magyarország, aki pedig úgy gondolta, hogy a nemzetközi szerződésben eredő kötelezettségét teljesíteni fogja. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy most, amikor a kötelező felső korlát nélküli kvóta terve továbbra is az asztalon van, amikor Timmermans alelnök úr ugyan vitatja ezt, de csak azt követően, hogy fogadta Soros Györgyöt és kilépett a róla elnevezett teremből, ahol előadást tartott Európa jövőjéről, akkor jó lenne, hogyha teljes összefogást lehetne létrehozni legalább a bevándorlás kérdésében, és sem ennek tényét nem vitatnák, sem a kötelező kvóták tényét, sem pedig a Soros György által saját maga által írásban
kockázatba foglalt tervnek a létét. Végül örülök annak, hogy az országgyűlésben úgy tűnik, hogy legalább szavakban egyetértés van az idősek tiszteletére vonatkozó kötelezettségünkben, az előttünk járó generációknak talán nehezebb időkben kellett az ország sorsát a vállukon vinni, ezért a Fidesz frakció nevében is szeretném tiszteletemet kifejezni, és azt remélem, hogy az év más napjain az ellenzék viselkedése sem ad majd okot arra, hogy ezt megkérdőjelezzük. Köszönöm a figyelmet. Frakcióvezető úr napirendelőti felszólalására a kormány nevében Dömötör Csaba államtitkár úr válaszol. Parancsoljon, államtitkár úr! Köszönöm a szót, tisztelt frakcióvezető úr! Sokat gondolkozunk mi is rajta, de máig nem tudjuk az okát annak, hogy miért tagadja le az ellenzék a bevándorlással kapcsolatos veszélyeket, és a ránk nézve valóban kockázatos javaslatokat. Ráadásul úgy, hogy közben rendre az ország érdekeivel ellentétes előterjesztéseket szavaznak meg Brüsszelben. Most éppen kánonban zengi az összes ellenzéki párt, hogy Soros Györgynek nincs is semmiféle terve, és egyébként az uniós vezetőknek sincsen. Hiába adták ezeket írásba egyébként, mindenki elolvashatja az interneten a javaslatokat. Ugyanaz a baloldal, ugyanaz az ellenzék mondja ezt, amelyik egyébként nagy mellénnyel mondta bele a kamerákba azt, hogy a bevándorlás nem is probléma. A probléma, hogy Kunhalmi képviselő asszony fogalmazott, vagy éppen Horváth Csaba is. Aztán azt állították, hogy nincs is betelepítési kvótaprogram. Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt az MSZP kiadott egy közleményt, amelyben az állt, hogy az Unió egyértelművé tette, hogy nem gondolkozik kvótákban. A népszavazás tehát olyan, mintha nyáron a hóesést próbálnánk megakadályozni. Kiváló és elmés hasonlat, kár, hogy hazugságokra használja a szocialista párt. Tóth Bertalan is magabiztosan jelentette azt ki, hogy a kötelező kvóta nincs és nem is lesz. Az ellenzék valóságtagadó és a választókat félrevezető álláspontját azonban tucatnyi tény cáfolja. Megszületett az ítélet a kvótaperben, ahogy frakcióvezető úr is utalt rá, amiből egyértelmű, hogy kötelező kvótákat akarnak lenyomni a torkunkon. És arról is nyíltan beszélnek, hogy a következő lépésként növelnék a betelepítések nagyságrendjét, hogy aztán végül eltöröljék a létszámkorlátot. Az ellenzék tagadásában egyébként az a leginkább botrányos, hogy az elmúlt hónapokban eközben szép csendben megszavazták a kvótát megtámogató állásfoglalásokat Brüsszelben. Az MSZP, a DK, a PM és az LMP megtámogatta azokat a szavazásokon, még azt is megtámogatta, hogy pénzbüntetést kapjon az az ország, amelyik nem hajlandó részt venni a betelepítési programokban. Az MSZP eközben egy nemzetközi hírügynökségnek arra tett ígéretet, hogy ha netalántán kormányra kerülne, akkor lebontaná a déli határzárat, ami a magyarok biztonságának egyik fő garanciája most. Így állunk most. Túl sok bizodalmunk nincs abban, hogy az ellenzék megváltoztatná magatartását, de mégis megkérjük az ellenzéket, hogy ne próbálják meg letagadni, hogy vannak Európában, akik Európa munkaerőpiaci problémáit bevándorlással akarnák orvosolni. Soros György ezt írásba is adta, olvassák el. Ne próbálják meg azt eltagadni, hogy a magyar határzárat is súlyos politikai támadások érik, és hogy egyébként önök ebben partnerek. És azt se próbálják letagadni, hogy létezik olyan javaslat, amely alapján minden bevándorló 2 év leforgása alatt 9 millió forint támogatást kapna az Unió, a tagországok, tehát a mi pénzünkből. És ez a 9 millió forint oktatási, egészségügyi és lakhatási költségekre menne, ez akkora összeg, amiért egy magyar ember sok évig dolgozik. Ha megpróbálják ezeket letagadni, azzal csak azt bizonyítják, hogy ha netalántán hatalomra kerülnének, akkor 3 hét alatt feladnák a mostani álláspontot, tényleg úgy adnák fel a várat, hogy előtte még a falakat kicsit visszabontják. Zöld utat engednének a betelepítéseknek, és ehhez még egyébként költségvetési forrásokat is rendelnének. Az illegális bevándorlás elleni küzdelemben nagyon úgy tűnik most is, hogy az ellenzéki pártokra továbbiakban sem számíthatunk, ezért fordulunk újra az állampolgárokhoz. Ezért kérünk mindenkit arra, hogy az ellenzéki gáncsoskodások ellenére vegyenek részt a konzultációban, mert a valóságot letagadó és a veszélyes terveket támogató ellenzékre nem bízhatjuk Magyarország biztonságát, de egyébként más sem. Mert lehet, hogy Botka László ma megbukott, de a betelepítési tervek élnek, ezért újra cselekednünk kell. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, államtitkár úr!